Sziasztok! Ismét itt vagyok, 49-es vonalon, most Kabulka pusztánál és Mezőhídvég fele tervezem bejárni a vonalat, arrafele kell majd menni. Na, látjátok, itt van Kabulka puszta épülete, és amikor elkezdtem bejárni a 49-es Lepsénytől, idáig sikerült. Most innen fogom folytatni Mezőhídvégig, de kb. 9 km viszont nehezebb lesz a telep. Legalábbis erre kell számítani. Innen kb. 4-5 km-re van puszta Szent Mihályfa, és onnan még kb. 4 Mezőhídvég. És mindenre van 6 órán. Eddig még nem annyira vészes a helyzet. Azért látszik, hogy azért nőnek itt már ki a fák a Vágánytengelybe. Ugye azt tudni kell erről a szakaszról, de szerintem mondtam már a Kabulka puszta fele, és 2007-ben hivatalosan akkor bontották fel a pályát, de akkor már a vágányok több mint felét ellopták. Viszont úgy tudom, hogy puszta Szent Mihályfa megállóhelynél még betonaljak maradtak, mert ugye azt bontáskor se szedték föl, és nem is lopták el. Hát ha ennél rosszabb nem lesz, akkor ez sima ügy lesz, és még bőven lesz időm Mezőhídvégen is a buszig. De hát valószínűleg lesznek ennél nehezebb terepek is. Azt nézzük, kb. 500 métert haladtam, sőt pontosan 500 métert, és eddig teljesen jól járható volt. És bizony itt a 415-ös szelvénykő, bizonyítandó jó úton, amelyek, és még eddig is, ameddig a szem ellát, még jó. Tehát összesen 9 km van. Hát az lenne az igazi, hogyha mind legalább ennyire járható lenne. De egyébként örüljünk annak, ami van, hogy eddig simán eljutottam. Lesznek itt még szerintem bozótosabb részek. Na, azt nézzétek, itt van az első átjáró, amivel találkoztam, és itt ment a vágány. És itt ilyen betonaljakból volt kirakva. Viszont ez is érdekes, hogy itt a Vágánytengelybe, szóval mutatom, hogy itt vagyok most a Vágánytengelybe, és használják ezt is ilyen mezőgazdasági útnak, mert látjátok a traktornyomokat. De itt ment a vasút, ahol most megyek. És akkor innestől kezdve legalább jól járható addig, ameddig kitaposták a traktorok. És szintén úgy mutassam, hogy a bizonyítékot, hogy itt a szelvénykő. Tehát itt ment a vasút. Hát itt annó bevágásban, mint látjátok is, de itt rendesen kijárták a traktorok. Ezt nézzétek, itt egész idáig sima út volt. És viszont itt kanyarodik el a földút. De még valameddig erre is van. És a távíró oszlopnak a csonkja az ott megmaradt. Legalábbis a betonja, ami tartja. Ugye a fa részét azt ellopták. És hát innen ment tovább a vasútvonal. Ezt nézzétek, egy talpfa. Ennyi megmaradt a vonalból. És egyébként továbbra is. Eddig szerencsém volt a vonallal, mert gyakorlatilag jöttem úgy egy kilométert már, vagy bő egy kilométert, hogy egyszerűen sima járható. Hát ezt nézzétek, az a szerencsétek, hogy a videó az a szagot nem tudja átvinni. De bizony ezt rágya. Van ám szaga. Egy régi áteresz. És elég széles, hogy a traktorok is elférnek rajta. Itt viszont van egy kisebb tankcsapda, ezzel nem lesz egyszerű átmenni. És ott tovább egyenesen kell menni, hát itt a földút megint el fog kanyarodni. Lehet, hogy itt ér véget a jó világ, bár ott a kanyarik nem tűnik vészesnek. Inkább ezen a tankcsapdán átmenni. Szelvénykőből ennyi maradt. Meg az oszlopnak a beton tartójából is. Ezt nézzétek. Itt volt valamikor az átjáró, hát... sineket felszedték, azt nem a sárral temették be. Ezt nézzétek, még két talpfa, ami megmaradt. Hát ez már alig látszik ki a sárból, de itt van. Meg látszanak itt az ágyazatkövek is. És eddig a legnagyobb átedesz, amivel itt találkoztam. Szerintem ezen még korlát is volt, ameddig nem lopták el. És biztosan volt, mert látjátok, itt van a nyoma. És már 2,2 kilométert jöttem, a 432-es szelvényt nemrég hagytam el. Sőt, ott van még, akkor nem hagytam el. És eddig még különösebb bozótharc nem volt. A földút elkanyarodott, és erre némileg romlott a helyzet, bár nagyon nem. És ezt nézzétek, tehát itt valaki a űrszelvényt gondozza, itt fákat vágtak ki.
Szóval pedig ez nem egy pár év alatt nőtt meg ilyen vastagra a Vágánytengelybe. Itt valami előzetes gazírtás lehetett, és szerintem ez már annak az előszele, hogy a kerékpárút építését azt elkezdték felmérni, vagy mert nagyon más nem tudok gondolni. Mert ugye a terv az végig az volt, hogy a 49-es mentén épül a kerékpárút, Tamásiból mindkét irányba. Hát aztán egyenlőre párig épült meg, és az is 12 évvel ezelőtt. Akkor hát el tudom kérdezni, hogy megint elővették a terveket a fiókból, és egy előzetes felmérést végeztek, amihez a nagyobb gazokat kiirtották. És emiatt most még egészen jártam, mert szerintem errefele önkéntes PFC-sek nem nagyon dolgozhatnak. Mert ugye itt már nagyon régen megszűnt a vonal, sőt fel is bontották hivatalosan. Durvul a helyzet, de még mindig nem veszélyes. Hát itt volt egy kisebb gaz, de ez sem volt nagyon vészes, volt egy-két szúrós növény, de ennyi. És errefele szintúgy. Nagyon járhatatlan részed, de eddig nem találkoztam. Igen, és sokkal nagyobb gazon is keresztül mentem, már nem is egyszer. Ez még ahhoz képest egész egyszerű vonalbejárás. És a 497-es szelvénynél lesz mezőhídvég. És a 437-eset már elhagytam. És itt a 438-as, tehát még 6 km. Még egy átedesz. És a 439-es szelvény. Na ezt nézzétek, itt egy ellopott oszlop. Ez tipikusan mutatja, hogy ilyen derék magasságban motorfűrésszel elvágták. Hivatalos bontásnál ilyet nem hagynak. És most a nehezített terep, innestől kezdve. És mivel a földút másfele megy, így kerülni se lehet. Legalábbis azon nem. Eddig volt a jó világ, 3 kilométerig most. Körülbelül még egy van Puszta Szent Mihály fáig. És hát addig kell így ilyen szakaszon menni. Hát itt volt a gaz. Legalábbis a gazos rész. Na ezen sikerült keresztül jönni. És látszik, hogy itt megy a vonal, viszont itt van ez a tisztás, itt legalább tudok menni mellette. Ezt nézzétek, még egy talpa, ami megmaradt, és innen jöttem. És arrafele megyek. Itt mellettem meg egy elkerített szakasz van. Legalábbis van ott egy villanypásztor így a bevágás aljába. Mellette meg egy földút. Na, innen már az igazi bozót harcos rész. És azt nézzétek, arrafele kell még tovább menni. Hát egy olyan 200 métert legalább. 449-es szelvény, és nézzétek mekkora gazon előttem. Ezt valahol meg fogom kerülni. Kint egész idáig nem volt olyan vészes a terep. Na, ezt nézzétek. Puszta Szent Mihály fa, egykori megállóhelynél vagyunk, és ennyi sím megmaradt a mezőhíd végig. Sőt, igazából Tamási is sokkal több. De így bizony az útátjáróban meghagyták. És egyébként ez az érdekesség az van itt a Puszta Szent Mihály fán, hogy ez egyébként egy megálló lakodóhely volt még fénykorában. Mezőhídvég felé nézünk, és itt volt, mellette volt még egy vágány, egy lakodó, de azt már a 60-as években felszedték valamikor. Volt egy őrház is, azt is akkoriban bontották el. Hát egyenlőre még a nyomát se látom, hogy hol lehetett, de valahol itt az útátjáró mellett. És később pedig a magánhelyet is megszüntették, még akkor, mikor még jártak itt a vonatok. Egyébként Puszta Szent Mihályfa a centralizálás keretében ugye próbálták a lakókat ugye a központi helyekre költöztetni. Nem erőszakkal, de ugye megszüntettek minden infrastruktúrát, és iskolákat, meg postát, meg mindent, ami így lehetséges, és 1988-ra egy család kivételével mindenki elköltözött innen. Az egy család pedig aztán 1990-ben vagy 91-ben költözött el, viszont még visszajártak az állatokat gondozni a tanyára, de beköltöztek Egyingre vagy Kabóka-Pusztára. És akkor még itt megálltak a vonatok, de amikor a 90-es évek elején a megállóját is megszüntették, tehát hogy menetrend szerint egy vonat se állt itt meg. Viszont mégis az volt az érdekesség, hogy az utolsó napjaiban a vonalnak mégis megálltak itt a vonatok. Mert ugye az 1999-es bezárás az nem tervezett volt, megvárt, hanem
mind a pálya vált járhatatlanná egy földcsúszomlás miatt, egy kicsivel arrébb, majd ezt meg fogom keresni, mert még mezőhídvég előtt találkozni kell vele. Bár amikor felszedték a sineket, ugye a tervezett bontásnál, akkor letakarították, de valahol Puszta Szent Mihályfa és mezőhídvég között volt a földcsúszomlás, és még egy hétig utána Puszta Szent Mihályfáig, tehát eddig az útátjáróig, mutatom, eddig még eljártak a vonatok, mert a vonatpótlóbusz a főútról idáig be tudott jönni. Ugye odafele van a főút, ha jól látom, és tehát innen bekanyarodott ide a vonatpótlóbusz még egy hétig, és eddig eljárt a vonat, ameddig a pálya járható volt, viszont egy héttel később ezt megszüntették, csak egyengéig járt ki a vonat, és a vonatpótlóbusz már ott lehetett átszállni, és néhány nappal később pedig már egyéngi se, hanem már Lepsénytől járt a vonatpótlóbusz egészen 2007-ig. És még egy érdekesség, ugye a 70-es években, amikor elbontották itt a zöldházat, akkor helyette érkezett ide egy fedett teherkocsi, és az szolgált utasváróként, 1988-ig itt volt. 1988-ra vitték el innen, és utána simán csak egy táblás megállóhely volt, utasváró nélkül. És látjátok, itt haladt a vasút tovább mezőhíd végfele. Némi ágyazat maradvány is látszik, viszont ez is úgy tűnik, hogy itt ki volt pucolva az űrszelvény. De hogy ki pucolta ki, és miért? De minden esetre én örülök neki. Jó, egyébként annyi még plusz információ, hogy mezőhídvéget ne keressétek a térképen, mert már nem létező település. Pontosabban ugye ketté vált Mezőkomárom és Szabadhídvég néven fut most már. Tehát most már két különálló település lett. Vasútállomás viszont Mezőhídvég maradt, ugye nyilván azt már megszűnt a vonal, akkor azt már nem lett átnevezve utána se. Tehát még a vonatpótlóbuszok is Mezőhídvég vasútállomásig mentek, holott a település akkor már nem létezett. És itt egy átérez Puszta Szent Mihályfa után, némi ágyazatból visszamadott kavicssal, és tökéletesen, gyönyörűen kipucolt űrszelvény. Még egy talfa. Azért egy-egy talfát azért lehet itt találni a nyomvonalon. Én körülbelül 100 métert haladtam, és a helyzet változatlan, és ameddig a szem ellát ugyanez a kipucolt. Tehát remélem mezőhídvégig kipucolták. És egyébként hamarosan majd megérkezik ide mellénk a síócsatorna. Azon van egy híd is a 49-esen, de úgy tudom, hogy az már gyalog se járható, mert annyira beleloptak. De meg fogom nézni. De szerintem nem azon fogok átmenni. És ezt nézzétek, egy erdei szakasz jött, és kristálytiszta az űrszelvény. Ez biztos, hogy valaki kipucolta, és nem is olyan régen. Egy vasútvonal, ahol 2007 óta a sineket is felszedték, és 1999 óta nem jár vonat, az nem így néz ki. Tehát itt volt pucolás. És szerintem az erdészet itt használhatja, mert más erdei út a környéken nincsen, és itt fakitermelés nyomai azért vannak. Tehát szerintem az annak köszönhető, hogy így karban van tartva. Viszont a szelvényköveket is eltüntették, mert jövök már egy ideje, és nem láttam egyet se. Pedig 100 méternél biztos, hogy többet jöttem. Mindegy, most van idő itt nagy sétás közben, úgyse történt, mert nem nagyon van mit mutogatni egy ilyen vasútvonalon, ahol már ennyire nincsen semmi, csak egyenesen kell menni egy erdei úton, kvázi. Vasútnál a szelvénykövek a közúttal ellentétben, hogyha valaki esetleg nem tudná, bár kétlem, hogy lenne ilyen a rendszeres nézők között, nem kilométerenként vannak, hanem 100 méterenként. Tehát így, tehát például 497-es szelvénynél van a mezőhídvégi vasútállomás, az 49,7 kilométert jelent. Hát nagy nehezen találtam egy szelvénykövet, itt a 464-es, tehát még 3,5 kilométer van. Ugye most még annyi nem, 3,3 km van mezőhíd végig. És egyelőre a helyzet nem változott, simán járható. Hát a vasútból nem sok maradt, hát esetleg mint itt egy-két talfa, amit a felszedést akkor valahogy itt felejtettek. De ennyi az összvisz. Na, megérkeztünk egy újabb áltereszhez. És itt van egy ív a pályába, de egyébként az űrszelvény továbbra is járható. Ilyen télen a helyzet változatlan. Ezt nézzétek, eddig teljesen jól járható volt a nyomvonal. Szóval akkor innen meg befelé a nádasba. Már ameddig csak nádas lesz, víz nélkül addig nem probléma.
Az legalább nem szúrós és könnyen hajlik. Na, nádasnak lassan vége, egyébként már közel van a siócsatorna. És errefele tovább, de itt se tűnik nagyon vészesnek. És látja, továbbra is kristálytiszta az őszerni, és a 475-ös szelvényt már elhagytam. És itt egy betonajna, ilyen még eddig nem volt. És ott van a következő szelvénykő. De innen is tök egyenes a pálya. És teljesen tiszta az őszelvény. Ezt nézzétek, itt megy ahonnan, hát innen már kicsit gazosabb, de még mindig nem vészes, plusz van mellette földút is. És errefele ez már Mezőkomárom vagy Szabadhídvég határa lehet, mert itt már ugye, vannak házak, ez ilyen külterületi rész. Ezt nézzétek, itt megy bevágásban. És úgy, a szelvénykereket nem láttam már egy ideje, azok innen is eltűntek. És hát itt már van egy kis bozótház, de még ez se veszélyes. Itt még simán el lehet menni. Na, itt viszont teljesen kikazolták az űrszelvényt, de hogy milyen megfontolásból, azt nem tudom. És errefele van Mezőhíd vég, és ott mellette meg megy egy földút is, tehát azért is értetlen, hogy itt miért. De minden esetre ez most jó nekem, hogy ki van gazolva. És errefele folytatódik tovább. Itt már gazosabb azért, ahogy látom. És itt volt az egykori útátjáró, a sineket innen is kiszedték. Na, és ezt nézzétek, itt van egy sínszál. Egyébként az útátjáróban volt egy pár betonai lefélye, de szerintem az még onnan lélefélye volt. Mert az előbbi útátjáróban ugye pár betonai volt a sinek helyén, de szerintem azt nem utólag a megszüntetéskor rakták le, mert ezen a pályán nagyon kevés betonai volt. És hát inkább talpfás volt, mint betonaljas. Na ezt nézzétek, az utolsó 1 kilométer az igazi brutál hardcore. Eddig megúsztam a nagy bozót harcot. Hát most már nem. Ezt nézzétek, itt aztán van. Addig írok átmenni. Ezt nézzétek, vonóvezeték. És vonóvezeték tartó. Viszont itt legalább ki lehet menni mellé egy földútra. Szóval itt vagyunk a magas töltésen Mezőhídvég az árában. És vonóvezeték tartónak a négy is megvannak. Legalábbis az alapjai. Tehát valószínűleg a főjelző is itt lehetett valahol. De a csonkját nem találtam meg, nem hiszem, hogy maga a jelző is meg lenne. Viszont közeledek a Vasút utcához, hamarosan itt lesz az állomás is. Ezt nézzétek, ez volt a gazos rész, amin sikeresen keresztül másztam. És innen már így legyenes és kipucolt rész van. Egyébként valószínűleg itt már a váltó között lehetett. De ott a háttérben már látszik az állomás épület is. Ezt nézzétek. Megmaradt egy sínszál itt a felszedésnél. Na ott a töltés alján meg ott vannak a szavazók. És itt pedig van egy melléképület, hát ez nem úgy néz ki, mintha lakott lenne, de be van vezetve a villany. Az állomás épület pedig nincsen, úgyhogy lehet, hogy mégiscsak lakott. Egyébként ez már az állomásnak a területe volt. Innen majd még vágok be képet, amikor még a BZ-vel együtt fotózták. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor egy három vágányos állomás volt, meg egy lakodó vágány. Itt szerintem itt még laknak. Bár valószínűleg illegálisan ezt feltölti. Viszont a villanybekötés meg újnak tűnik. Biztos lakik valaki. De hogy nem hivatalosan az is. Hát ezt feltörték. Na jó. Akkor szerintem erről ennyit. Ahogy szerintem ez lehetett az élő állatlakodó, csak ezt már lebontották. És itt van még ez az épület. Villany be van kötve, viszont villanyóra az oszlopon nem volt. Ezeket viszont új építésű házakban, úgy látom, hogy könnyű szerkezetesek. Ez egykori lakodó helyére épült. És itt volt az egykori lakodó egyébként. Négy vágány volt, ugye az egyik volt a lakodó vágány, amihez a lakodót vezetett. És itt voltak a vágányok. Nézzétek, ez volt egykor a melléképület és a WC. Hát, ide csak a szemetet hordják, az is látszik. És itt volt a letyó. Jó, hát ennyi elég is belőle. És itt van a felvétel épület az utcafront felől. Eléggé le van robbanva, és eljöttek belülről ez még jobban. Ugye a villanyvezeték már le van vágva, úgyhogy valószínűleg áram sincs már benne. De
Láttam erről egy értekezést még 2010-ből, ahol, aki itt volt akkor, pontosan nem tudom, hogy kicsoda, de jól emlékszem, akkor Hentes 2 néven írt az Index fórumba, hogy az akkori képeket, azt hiszem 2009-2010-ben, mondta, hogy 24. órában az épület, hogyha most felújítják, akkor még menthető lenne, de már rázik a födén, meg statikailag is egyre csak romlik. Hát azóta eltelt 11 év, tehát felújítás nem volt, tehát valószínűleg ez már menthetetlen. Tehát felújítva soha nem lesz, mert az sosem térülne meg. Tehát lebontani és felépíteni újra az olcsóbb lenne, mint felújítani. Ja, ott az emeleti részen volt a szolgálati lakás. Ja, tehát akkor nézzünk be. Ja, igen, ez volt a váróterem, ott volt a pénztár. Itt volt a villanyóra és a kapcsolótábla. Igen, a villanyvezetékben ennyi maradt. Fődém is érdekesen néz ki, és úgy látom, igen, hogy kábeleket is loptak. Igen, egy pénztár. Bármilyen ez volt maga, igen, ez a pénztár volt a vágányi feloldalon, és a túloldalt volt a váróterem. Hát biztos, hogy itt volt a pénztár. Hí, hát ezt nézzétek. Itt leszakadt a födém. Galambok lakják. Igen, ott volt a felső szint. Azt nem tudom, mi lehetett. Igen, és ennyi. Padlás szint is leszakadt. Nincs. Ennek az épületnek itt vége van. Ebből már soha nem lesz rendesen, tehát ezt már felújítani biztos, hogy nem érdemes így. Az emeleten voltak a szolgálati lakások, de hát felmenni és beljel se fogok menni. Ez bármikor leszakadhat még az a felső is, úgyhogy hát ott a padlás meg annyira van már szerintem vékonyodva az a födém is, hogy ugye látjátok, hiányoznak a cserepek, folyamatosan minden esőnél egyre jobban beázik, egyre inkább átáztatja itt a födémet, és egy idő után bírja tovább, és leszakad is le. Egyébként itt van a félpadlás, tessék, meg lehet nézni. És ezt nézzétek. Ez egy Lego bunker volt. És itt még teljes egészére meg van. Már is érdekes, és ezen még... Ez légvédelmi bunker volt. Még csak nem is ilyen előállások vannak, mi sok vasútállomás nem látszik, hogy luka, ahol a puskacsövét ki lehet dugni. Ez nem olyan. Hát ezt nézzétek, itt még milyen szépen megvan a töltés, és gondozva is van. Kiolvasodatlan szelvény, hogy szerintem a 498-as, vagy a 97-esnél volt az állomás. És amúgy is arra fele kell mennem tovább, úgyhogy megyek. És szerintem a Sióhidat is megnézem. A busz megálló, ahol nekem föl kell szállni egy óra múlva a buszra, az majd elfele lesz valahol. Szabad híd végposta egész pontosan. De elkövetni kell a vonalat. Látok, itt volt egy koron az átjáró, de ennek pár semmi nyoma. És errefele pedig a vasút. Na és akkor errefele ment tovább egy koron a vasút. Itt egy híddal keresztezte a Sió csatornát, és ment tovább Felsőnyékre. Nézzétek, a bejárati jelzőnek a maradványa itt még megvan. És figyeljétek a Sióhidat mindjárt. Hát ilyen állapotban van, hát ezen már gyalog se lehet átmenni. Ha látjátok, arra fel lehet kerülni, ott van a közúti híd. Szóval itt vagyunk a Sióhíd másik oldalán. Hát nem lehet rajta átjönni, ne is próbálja meg szerintem senki, mert vételen. Ugyan van keresztbe vas, de elég gérosdás, nem mernék rámenni, és nem biztos, hogy megbír. Úgyhogy inkább megkerültem. Ezt nézzétek, így megy tovább a vasút, Felsőnyék felé. Illetve pontosabban Felsőnyéken erre van, az arra mezőhídvég volt, viszont itt a Bartók Béla utcáig ezen el tudok venni, és akkor ott kellett érnem. És ott lesz a busz megálló. Ki addig még elmegyek ezen 200 méter. Hogyha ilyen tiszta az őszelvény végig, akkor nem lesz vele probléma.
Az érdekes volt a dallamot játszó templom 14 órakor, és mindez Mezőkomáromban. És akkor itt hagytam el a vasutat, és innen meg ezen az úton vissza a faluba. És azt nézzétek, ott van a buszmegálló, innen fog menni 4-4 óra múlva a buszlepsénybe, és azzal tudok visszamenni, úgyhogy ez a vonalbejárás az ennyi lett volna. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, majd találkozunk a következő alkalommal. A 49-es még biztos fogom folytatni. Sziasztok!